Sziasztok, rémes a hajam, azért hordok sapkát, hogy egy kicsit kell a színen változtatni, most ne legyen piros. Mit szólnátok egy U73-as feketéhez? Nem is fekete ez, hanem füstös fém. Az a neve füstös fém. Hát megnézzük, milyen lesz. Mi van a dobozban először is? A festék, az aktivátor, a kesztyűk. Leírás, meg egy kondicionáló, ez ilyen utólagos hajbalzsam, ez lényegtelen, a leírást el lehet olvasni, szerintem azt a kettőt össze kell keverni, rá kell kenni, aztán hatni, hagyni. Nem olyan bonyolult, mert keverjük össze. De azért a használatiból egy kis csipet, de nem tudom, éles-e a kép. Talán így. Szóval keverjük össze, kenjük rá. Mondjuk, aki nem tud olvasni, annak itt vannak ilyen képek, hogy mit, hogyan kéne, hogy valamilyen hasonló. Itt is használt utasítás, előkészítés. Szóval vedd le a sapkán, abba szarok hajat festeni. Most így védelemről. Mit védjek? Egy órát, meg ilyeneket? Száraz, nem előmosott hajon használ, az sikerülni fog edzés utáni hajon. Csavard le, szúrd át, és zárd vissza, rázd fel, keverd össze, hú, de jó. Utánfestés, és valami használati idő, vagy ható idő, 30 perc, aztán mosd le, aztán kész. Az utókezelés, meg azzal a kis... Hát akkor eddig jók vagyunk, na, keverjük össze. Ekkora hajra, mint az enyém, szerintem nem kell az egész. Kibökjük. Milyen színe van? Ez nem fekete, nem fehér, a fekete festék. Ez azért nem gyenge. Mennyi kellhet a harmada körülbelül a fejemre? Jó nagy fejem van, de rövid a hajam. És ez... Hoppa, hoppari. Hát így. Az egyszerűbb, hogy megfogod és az egészet összekevered abba. De finom. Ammóniás rendesen. Ugye látszik, hogy ilyen sötét barna, vagy közepes barna hajra fogom fölkelni, hogy nem lehet, hogy nem ez vele semmi. Bár elég izmos festéknek érzem a szagából. Na, milyen kesztyüket adtak hozzá? Gondolom azt az óriás kesztyűt, mert minden nőnek, mert általában ők festenek hajat, adnak ilyen ekkora keze van. Általában sok ekkora kezű nőt láttam, de aki ezt tervezt, az nem tudom. Kire, hogyan, mire. Ebben mind a két keze, meg a két lába belefér egy átlag nőnek, a fejével együtt. Na, egyébként lila lett most már. Így szépen eloszlatjuk. Ez tükör kell. Na, így néz ki felvíve. Frissen, már rögtön feketít, egy 2 perce van fönn, de most még kéknek látjátok, tudom. Megnézzük 30 perc múlva. Állítólag a citrom eltávolítja azokat a részeket, ahol összekented a fejed, azért van ott a citrom, de így lilul a bekevert festék amúgy. Kb. Egy 10 perce van rajta, de már azért kezd érvényesülni a szín. Bőrt is jó fogja, ahol rámegy. És 20 perc múlva ez a látvány fogad, még mindig rajta van a festék. Feketedünk, ugye? Majd amikor lemossuk, akkor majd kiderül. És ez már 40 perc. Most már azért lehet látni, hogy fekete. Szerintem. Ide lemosni, de még azért várok vele egy kicsit, mert miért ne? Hatóidő, akkor legyen hatóidő, úgyis még van más dolgom. Ebben retkes ruhában, amit el tudok végezni, úgyhogy
Ilyenkor jobban megy az idő, nem csak úgy leülsz, ezt vársz, mit csinálsz? Hajat festek. Mit? Egész nap? Ja, hát az ható idő van. A francot addig lehet edzeni, lehet főzni, autót mosni, takarítani, bármit, csak ne kend oda a hajadat, mert minden megfog. Na majd megmutatom, milyen, ha lemostuk, jó? Mert most már szerintem most jön a lemosás. Le van mosva. Ez jött le. Ilyen, nem engedtem le. Na nézzük meg ki. Fakata a haja, vagy nem tudom milyen szín. Sötét barnából indultunk, mindjárt lejön róla a víz. Ha visszatekered a videózat, akkor ott az indulási hajszín. Na, és ez lett belőle. Tetszik, nem tetszik? Ez a live-nak az U73-asa. Hát iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le ilyen fontos dolgokról. Sziasztok!